miért kell már megint fogalmazást írni? Állandóan csak írni, írni, írni. Ja, már megint nem marad időm elmenni focizni egyet. Ugyan már, sem perc alatt összerogjátok azt a fél oldalt. De hát mit is írhatnék a szabadságról? Ja, meg március 15-ről. Mit jelent nekem? Olyan nehéz erről bármit is írni. Egyetértek, hiszen bemagoltuk a 12 pontot, meg dereng valami Petőfi munkairól, az aradi vértanunkról, de sosem merengtem el. Minden évben négyszer virágban borulni, nyílik a fiúnak, nyílik én a lánynak, az igaz szerelemnek. Kezdeményezésére Szolnok megyei jogú város közgyűlése a város ifjúsági életében tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül Szolnok város ifjúsági díjat alapított azok részére, akik a város ifjúsági korosztálya körében kiemelkedő közösségépítő tevékenységet folytatnak. Idén immár hatodjára adhatjuk át Szolnok város ifjúsági díját. A közgyűlés 2015. januári döntése alapján Szolnok város ifjúsági díja kitüntetést a következőknek adományozza.
Első díjazottunk 2010 óta tagja a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola nevelőtestületének. Gépészmérnöki diplomáját a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán szerezte, mint gépészmérnök 2009-ben, majd ugyanebben az esztendőben mérnöktanári diplomát is szerzett. Tanulmányait településüzemeltető szakmérnökként folytatta. A gépipariban műszaki tanárként dolgozik, a gépész osztályokat oktatja. Emellett osztályfőnöki feladatokat is ellát, első osztálya idén végzős. Az osztályfőnöki teendőket precízen és pontosan végzi, diákjaival empatikus, emberséges és korrekt módon viselkedik. Mindezek mellett a diák önkormányzat munkáját is ő segíti. Sikerességét mutatja, hogy 2013-ban egy hosszú, sok munkát igénylő kampány után a gépipari tanulója Szőlősi Kristóf lett Szolnok diákpolgármestere. A 24 órás vetélkedőn is nagy lelkesedéssel támogatja az iskola csapatát. 2014-ben az előkelő harmadik helyet szerezte meg a Gépfa csapata. 2013 óta egy pályázat keretében mentori feladatokat is ellát, három hátrányos helyzetű diák iskolai előmenetelét kíséri figyelemmel. A nevelőtestület megbecsült tagja, aki fiatalos lendülettel végzi munkáját. Nagy teherbírása, lelkes hozzáállása, precíz munkavégzése és szakmai felkészültsége jellemzi mindennapjait. A szolnoki ifjúság közösségi életének szervezésében nyújtott magas színvonalú, lelkiismeretes munkájának elismeréséül Szolnokváros ifjúsági díja kitüntetésben részesül a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézményének tanára Bálint Péter. Kitüntetett már általános iskolás korában csatlakozott a városi diák élethez. Fiúmeisként ő volt a szolnoki gyermektanács elnöke. Tanulmányait a Varga Katalin gimnáziumban folytatta, szorgalmas, jó tanuló. Céljaiért képes kitartóan dolgozni, sikeres egyetemi felvételije érdekében mindent megtesz. Középiskolája delegáltjaként a Szolnokvárosi Diákok Tanácsához is csatlakozott, melynek már negyedik éve tagja. Kreatív ötletekkel látja el a VDT-t, a közösen szervezett programok lebonyolításában is tevékeny részt vállal. Tagja a város diákközgyűlésének, a megyei diákparlamentnek, illetve több alkalommal részt vett a magyarországi Model of European Parliament programban, ahol rátermettsége alapján delegációvezető is volt. Díjazottunk mind az iskolai önkormányzatban, mind a Szolnokvárosi Diákok Tanácsában kiemelkedő diákvezetőnek bizonyult. Kiválóan kommunikál a többiekkel, határozott, ugyanakkor közvetlen. Jó emberismerő is, melynek kiváló példája, hogy irányítása alatt a Varga Katalin Gimnázium csapata a 2013. évi 24 órás vetélkedőn első helyezést ért el. Kiemelkedő közösségi tevékenységéért, kiváló tanulmányi eredményeiért és társai lelkes ösztönzéséért 2015-ben Szolnokváros ifjúsági díjában részesül a Szolnoki Gyermektanács korábbi elnöke, a Varga Katalin Gimnázium végzős diákja Petrezselyem Nóra. Önkormányzat hosszú évek óta szervez karitatív munkát. Kátai Herjett, a diákmozgalmat segítő pedagógus, illetve a tanulók nevében Kis Anna, a diák önkormányzat elnöke veszi át.
A díjazottaknak szívből gratulálunk, és mindannyiunk nevében további sok sikert kívánunk.
Még egyszer az étezés, mert ez elveszem. Azt mondják, hogy óvodás, akkor még. Fogadás, nem óvodás, fogadás. ...848-as magyar forradalom és szabadságharc születésnapját 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti a magyarság. Ez az ünnep hazánk újkori történetének egyik meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk egyik alapköve. Emlékezzünk tehát közösen arra az eseményre, mely társadalmi reformjaival hazánkban a polgári átalakulás megindítója volt, önvédelmi harcával pedig a nemzeti mitológiánk részévé vált. Engedjék meg, hogy ünnepségünk elején külön köszöntsem Szalai Ferencet, Szolnok megyei jogúváros polgármesterét. Dr. Kálai Mária megyei kormány megbízottat. Dr. Szakali Erzsébetet, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal főigazgatóját. Dr. Bozó Andreát, a Szolnoki járási hivatal vezetőjét. Dr. Csór Györgyöt, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés alelnökét. Lamos Imre, dandártábornokot, Szolnok helyőrség parancsnokát. Köszöntöm továbbá a helyőrségben települt alakulatok parancsnokait, térségünk országgyűlési képviselőit, városunk alpolgármestereit, a város és a megye képviselőtestületének tagjait, a rendészeti szervek vezetőit és tagjait, a város oktatási és kulturális intézményeinek, civil szervezetőinek vezetőit, munkatársait, és külön tisztelettel köszöntöm az itt megjelent ünneplőket. Tisztelt egybegyűltek! Ünnepségünk elején a légierőzenekar Szolnok előadásában hallgathattuk meg a himnuszt. Most pedig Bene Martina honvéd tisztjelölt Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét szavalja el. Ország a hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl. És rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben... Tisztelt egybegyűlt ünneplők, kedves szolnokiak! Egy ilyen ünnepség mindig alkalom arra, hogy életünknek legfontosabb kérdéseiről is elgondolkozzunk. Hiszen ünnepelni nem általában valamit szoktunk, nem is magunkat, hanem azokat az értékeket, amelyek évszázadokon át megtartották nemzetünket, és nemzetünkön keresztül fölmutatták azokat az értékeket, amelyekért érdemes élni. Cibakházától indultak, és egészen Abonyig dörögtek az ágyuk, rohamoztak a huszárok, küzdöttek a honvédek azon a tavaszi napon. A Tisza és a Zagyva mentén fejvesztve menekültek a császáriak, mert Damjanics tábornok katonái megmutatták az egész világnak, hogy mire vagyunk képesek mi, magyarok. Sok nemzetnek, országnak és városnak is van szabadságszobra. Azonban olyan különleges emlékmű, mint a szolnoki, csak keveseknek adatott meg. Ez az emlékmű a felelősség szobra is. Damjanics ugyanis sosem parancsolta azt, hogy előre. Mindig azt kiáltotta, hogy utánam. Így felelősséget vállalt minden katonájáért. Nekünk, a polgári Magyarország elkötelezett híveinek is tisztában kell lennünk a felelősségünkkel. Képviselőként, polgármesterként, vagy éppen közszolgaként a keményen dolgozó emberek és a város érdekeit kell figyelembe vennünk döntéseink meghozatala során. Ahogyan 1848-49-ben elutasították hőseink a függőséget, ugyanúgy kell tennünk ma is, legyen szó akár politikai,
gazdasági vagy pénzügyi függőségről. A függetlenség egyik alappillére, hogy segély helyett munkát teremtünk, eladósodás helyett pedig erős nemzetgazdaságot építünk. Nem csak az országban, de sajnos Szolnokon is sokszor még csatazaj kíséri erőfeszítéseinket. Pedig nemekből nem lehet várost és semmilyen közösséget sem építeni. A jövő az igenekre, így tehát a bátorságra, az erőre és a szabadságra épít. Magyarországért mozgalom, Szolnoki szervezete.